Cseh József nyugdíjas rendőr alezredes számítógépén a legújabb novelláját írja. Emlékei között kutatva egymás után fogalmazza meg az újabb és újabb sorokat készülő művéhez. Az írás már fiatalon felkeltette érdeklődését és eddigi életén át elkísérte. Megszámolni sem tudja, hogy hány írománya született az eltelt évtizedek alatt, hiszen barátai és családtagjai egymásnak adogatják azokat, valamint interneten is többet megosztott ismerőseivel. Az íráshoz tulajdonképpen gyerekkorom óta megvan, tehát én mindig nagyon szerettem írni. Volt egy nagyon kedves magyar tanárnőm, Szabó Béláné, még az akkori Zója általános iskolába tanított, ő Ilike néni, aki felkarolt engem ezekkel az írásokkal, olvasásokkal, és tulajdonképpen akkortól kezdve kezdtem el ezeket úgynevezett, abban az időben csináltattak velünk ilyen kötelező olvasmányok kapcsán olvasónaplókat, és ezekbe írtam ilyen különböző jellemzéseket, fogalmazásokat könyvekről elsősorban, és aztán ő biztatott arra, hogy legyenek ilyen önálló fogalmazásaim, írásaim, és akkor akkortól kezdve tulajdonképpen olyan hatodik osztályos koromtól kezdve kezdtem írogatni. Ennek jelentős része aztán elveszett természetesen, hiszen nem későbbiekben én műszaki pályára kerültem, illetve hát szakmunkásként dolgoztam, és akkor már nem igazán volt erre időm. Bár az irodalom mindig is érdekelte Józsefet, akár az olvasás, akár az írás oldalát tekintve, mégis a továbbtanulás során műszaki pályát választott magának. Autószerelőként dolgozott a TS-ben, majd gépkocsi vezető lett, és munka mellett tanult. Letette az érettségi vizsgát, majd főiskolára ment, és a rendőrségen helyezkedett el. Itt közel 20 éven keresztül dolgozott, és munkája után a saját és ismerősei élményeiből táplálkozva folyamatosan írta a novellákat. Engem megnyugtat az írás. Tehát azért írogattam én a TS időszakban is, bár akkor inkább kevesebbet, mert azért a napi 12 órát kellett dolgozni a TS-be, a szombat-vasárnapok sem igazán voltak, tehát akkor igazából energiája nem nagyon volt az embernek az írásra. De azért akkor is csak írogattam. De engem megnyugtatott az, hogyha ki tudtam magamból írni azt, amit esetleg nyomasztott, vagy ami úgy eszembe jutott, és ezekből az írásokból azért táplálkozok én most is, hiszen vannak olyan kisebb, rövidebb írásaim, amiket aztán tulajdonképpen abból a forrásból vettem most elő. A rendőrségi munkám során már inkább, ugye ott a szellemi terhelés az jóval nagyobb volt, és ott már inkább elmaradtak az írások, ott már inkább szünetelt ez az írás, és majd amikor nyugdíjba kerültem 4 évvel ezelőtt, akkor kezdtem el újra ezeket az írásokat, elsősorban egy barátomnak a kérésére, illetve neki kezdtem el írogatni ezeket, és küldtem el, és aztán egyre inkább belemelegettem, és hosszabb novellákat is írogattam. Az érzéseit, tapasztalatait és a mások által hallott történeteket fonta össze novelláiban József. Az alapötlet kigondolása után először a történet bevezetéseként az aktuális időszak hangulatát próbálja felvázolni, majd egy kis pihenés után felidézi emlékeit, előveszi régi jegyzeteit, és az alapján rakja össze a történeteket. Az első munkahelyén például barátságokat kötött idős parasztemberekkel, akik beszélgetéseik során a TS világ előtti korszak ma már ismeretlen világát tárták fel előtte. Elsősorban először a katonai élményeimről kezdtem írni, és aztán pedig nagyon érdekelt engem mindig is a paraszti világ. Tehát én ugye közel 20 évet a TS-ben olyan parasztok között dolgoztam, olyan emberek között dolgoztam, akik ugye a paraszti világból kerültek ki, és ez egy sajátságos dolog ezzel megismerkedni, hiszen ezzel nagyon-nagyon kevesen találkoznak, a mai világban meg már főleg a fiatalok közül, de nekem még az a szerencsém volt, hogy olyan emberek között, akik a valódi püspökarányi paraszti világból emelkedtek ki, illetve kezdtek el kiemelkedni, de és ennek kapcsán ugye nagyon sok, rengeteg élményt elmeséltek, rengeteg dolgot hallottam tőlük, és én nagyon szívesen beszéltettem is őket, tehát nagyon szerettem, hogyha ezt akar munkaközben, akár pihenés közben elmesélgettek dolgokat. Ez a paraszti világ, ez ugye most már igazából nincs, nem is. Tehát ez a korosztály ugye kiesett, és ezt követően újabb korosztály, igazi paraszti korosztály nem nevelkedett be, hiszen a TS időszak az egy egészen más embertípust, hogy úgy mondjam, nevelt ki. A 40-es, 50-es években élt emberek történeteit igyekszik megörökíteni elsősorban a nyugdíjas rendőr. Ebből táplálkozva két nagyobb terjedelmű novellát írt,
Az Álmokon túl című műve a nagyszülei életéről szól, megtörtént események és saját tapasztalatai alapján íródott. A Pusztító szeretet című novella pedig a régi püspökladányi parasztvilág életét három fiatal pár sorsán keresztül tárja fel. A másik novellám, amit írtam erről a paraszti világra, az a Pusztító szeretet című novella, amely tulajdonképpen egy, illetve nem egy, hanem három fiatal pár köré fonódik. Ennek a három fiatal párnak az életét, illetve az életének az indulását mutatja be. Sajnos ebből az egyik egy tragikus végű pár, illetve életvitel, ami ugye a mai temetőben megtalálható sírokról, tehát tulajdonképpen ebből kerekedett ez az egész történet, aztán amit nagymama annak idején elmesélt. József úgy érzi, hogy a paraszti világ változásait teljes egészében szeretné feltárni az olvasói előtt, hiszen ez az a réteg, amely szinte teljesen eltűnt a TSS-ítést követően. Írás közben törekszik arra, hogy ne csak a legszegényebb paraszti réteget, hanem a gazdagabb parasztok életét, és akár a kubikus munkát végző emberek történeteit is bevonja műveibe. Már csak azért is fontosnak tartom, hogy Püspökladánynak ezzel a korszakával foglalkozzunk, mert ez gyakorlatilag az 1800-as évek, tehát a vasút megjelenésétől kezdődően fokozatosan elkezdett eltűnni Püspökladányból, és ugyan megmaradt mezőgazdasági városnak, és erre törekedtek is az elmúlt időszakban is a vezetők, hogy megmaradjon egyfajta mezőgazdasági városnak, de ez igazából nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy a TSS-ítés az elnyomta ezt a paraszti réteget, eltűnt ez a paraszti réteg, és igazából már csak talán mi még vissza tudunk idézni belőle valamilyen időszakot, és akkor talán sikerül valamit a gyerekeinknek megmutatni ebből az időszakból, ebből a korszakból, ennek a romantikájából, mert azért amellett, hogy ez egy rettenetesen nehéz időszak volt, hogy az élelmiszer előtt, amellett ennek megvolt a maga romantikája ennek az időszaknak, amit a mai gyerekek igazából nem tudnak, nem értenek. Az írás mellett József legfontosabb hobbija az olvasás. Iskoláskora óta rengeteg könyvet elolvasott, a klasszikus nagy írók műveitől kezdve egészen a városunk múltját bemutató történetekig. Saját történeteit pedig inkább barátaival és családtagjaival osztja meg, akiktől mindig pozitív visszajelzéseket kap, ám ennek ellenére még nem gondolt arra, hogy nyomtatásban is megjelentesse novelláit. Egyelőre most ugye ezekkel nem igazán tudok, tehát írni csak azért írok, hogy megnyugodjak, ez így esténként szoktam írogatni, hogy a magam szórakoztatására, illetve hát mondom, tehát ilyen baráti kérésekre elsősorban. De az, hogy most, tehát azért ez egy elég komoly munkával jár egy ilyen könyvkiadás, van több ilyen barátom egyébként, aki foglalkozik ilyen könyvkiadás, és tudom azt, hogy ez nem csak anyagilag teher, hanem egyébként is sok idővel, munkával jár, tehát ezeket rektorálni kellene, át kellene nézegetni, javítgatni kellene, stilizálni kellene egy kicsit, tehát át kellene azért ezeket egy kicsit stilizálni, hogy ez valóban könyvként megjelenhessen, ami persze meg beleférjen az időmbe, csak most éppen egy olyan munkába fogtam, ami leköt, tehát az a lakásfelújítás ez most eléggé leköt. Úgyhogy most egyelőre nincs ilyen tervem közeljövőben. A baráti alapon nagyon jó véleményeket kaptam, tehát nagyon jó. Hát most legutóbb a Facebookon a Larány Lokálpatriótáknál jelent meg egy írásom, ami nagyon-nagyon-nagyon kedves fogadtatást kapott. Nagyon dicsértek, nagyon örültek az írásnak. Persze ez is egy baráti társaság, tehát ebből is le kell vonni azt a pozitív dolgot. Emellett a Püspökladányi Rendőrök Nyugdíjas Egyesületének alelnökeként rendszeresen megosztja írásait egykori munkatársaival is, akik eddig szintén pozitív visszajelzésekkel éltek felé. Ifjúkori katonaélményeit például három részből álló novellában foglalta össze. Az első részben az újonc időszak eseményeit örökítette meg, a második részben pedig egy éles bevetés történeteiről számol be. A Menetoszlopban című regény, ez a második időszak, bár ez az utolsó, amit megírtam, de ez szól a második időszakról. Ez tulajdonképpen a lengyel események kapcsán egy... Hát igazából nem tudom, hogy ma sem, hogy ez egy valódi mozgósítás volt, vagy csak egy próbagyakorlat. A lényeg a lényegben, hogy ez
akkor ott éles lőszerekkel láttak el bennünket, illetve éles hajtóműveket adtak, vagy az éles hajtóművek álltak rendelkezésünkre. Ez az időszak, ez erről szól, hogy tulajdonképpen ebben azt próbálom meg leírni, hogy amit ugye most is elmondtam, hogy már nevetségesnek tartják, pedig igaz, hogy mi ezt elhittük, hogy nekünk meg kell védeni ezt az országot, és alállományi katonaként is hittünk ebben. És valóban féltünk, tehát ott volt azért a félelem, tehát ez ha valaki azt mondja, hogy nem félt, az nem mond igazat, tehát katonaként azért megéltük a félelmet is, mert azért egy éles bevetésnél, amikor ugye közölték velünk, hogy egy ellencsapásnál akkor a teljes zászla is megsemmisülhet, akkor azért az ember ezt komolyan vett, és igazából valóban féltünk. Az öreg katonai időszakról a Ha besötételik című novellában írt József. Ez egy összefoglaló a 3 éves katonai szolgálatról, az átélt eseményekről, valamint a sorkatonai szolgálattal kapcsolatos legendákról. Ezeket a történeteket egy másfél hónap alatt írta meg, hiszen még világosan élnek az emlékeiben. Legkedvesebb története azonban nagymamájához köthető, hiszen ő volt az a személy az életében, akitől a legtöbb történetet hallotta. Elsősorban, ami nekem a legkedvesebb, a legjobban a szívemhez nőtt, ez a mamával kapcsolatos történetek. Tehát ő egy olyan típusú ember volt, aki a maga szigorával, tehát együtt is tudott valami olyat adni az embernek, amit úgy igazából nem lehet most megmagyarázni, mert ez nem is igazán szülői kapcsolat, nem is igazán nagyszülői kapcsolat, hanem egy olyan emberi kapcsolat volt illetve lehetett kialakítani a mamával, ami egy teljesen sajátságos érzés ma is bennem, és ugye a vele való kapcsolatok. Tehát az, ami a mai fiataloknál talán nincs meg, és ami ezt a borzasztó stresszes világot előidézi náluk, az, hogy nincs hol megnyugodni. Tehát a fiatalok túlnyomó többségének, ugye rohan a család, rohan a szülő, rohan a nagyszülő, tehát amikor egy nagyszülő is olyan helyzetbe kerül, hogy már most tudna vigyázni a gyerekre, akkor már olyan idegállapotban van, amikor nem tudja nyújtani azt a felettébb, tehát azt a hatalmas nyugalmat, amit nekünk abban a kis pici házban, egy ilyen 6 méteres ház volt az egész, és tudod, tehát oda elmentünk, és akkor beült az ember, és akkor egy 5 perc múlva teljesen ki tudott kapcsolódni. Ezeket a történeteket, amiket József nagymamájától hallott, valamint azt a nyugodt hangulatot, melyet az a kis ház árasztott magából, szeretné megosztani az utókorral. Úgy érzi, hogy nem attól függ, hogy ki milyen bölcs, hogy mennyi iskolát végzett, hiszen nagymamája is csupán 6 osztályt járt ki, de olyan értékeket kapott tőle, amelyet aztán az emberi kapcsolataiban tudott kamatoztatni. Legnagyobb élményei mindig hozzákötődtek, miatta tudott közel kerülni az idősebb korosztályhoz is. Olyan közös hangot tudtam velük mindig megütni, ami vel aztán tulajdonképpen megtudtam őket, és magukhoz tudtak engem engedni. Tehát nagyon nehezen engedték egyébként. Tehát az időszakban, hogy az 50-es évektől kezdve ezek az emberek azért úgy kezdtek elhúzódni, visszahúzódni, és nagyon nehéz volt hozzá közel kerülni. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy pont a mama adta leckéből tanulva én mindig közel tudtam kerülni ezekhez az emberekhez. És ezek az emberekhez ma is kötődök, és emlékképekben is. A nagymamájától kapott látásmód alapján József valóban közelebb tudott kerülni az emberekhez, akár a TSZ-ben vagy a rendőrségen, amikor már feldolgozott egy ügyet, törekedett arra, hogy megismerje az embert is az események mögött. A Zöld szemű szörny című írásában például egy kabai gyilkosságot dolgozott fel. Zöld szemű szörny az egy kifejezetten egy kabai tragédiáról írtam, amiben szintén nem az emberölés volt a lényeg, hanem maga az az esemény sorozat, ami ezt kiválthatta, illetve ahogyan ezt aztán később ugye a szomszédok feldolgozták, illetve ahogy mi rendőrök fel tudtuk ezt dolgozni, mert azért ez sem lényegtelen. 10 évig bűnügyi nyomozó voltam, 10 évig pedig közlekedési vizsgáló voltam, ami nem könnyebb, mint a bűnügyi nyomozó, mert gyakorlatilag a közlekedési balesetekkel foglalkoztunk, ami ha rendőri munkát vesszük, ugyanolyan lelkileg, ugyanúgy megvisel az embert, ugyanúgy megtöri, hiszen
hiszen nap mint nap áldozatokat kell látni, olyan áldozatokat, akik reggel még elindultak minden probléma nélkül, és egyszerűen nincs tovább. És akkor ezeknek a családtagjait látni, ezeket az embereket, ezeknek az életét feldolgozni, saját magunkban is feldolgozni ezeket az eseményeket. József a lelki leterheltség miatt választotta 50 éves korban a nyugállományba helyezését, mert a tragikus események lelkileg nagyon megviselték, és egyre nehezebb volt számára feldolgozni azokat. Jelenleg nyugdíjasként a lakás felújításán dolgozik, valamint amikor csak teheti, a számítógép elé ül, és különböző történeteket ír. Egymás után születnek meg a hosszabb és rövidebb történetek, melyeket örömmel oszt meg ismerőseivel, és nyomtatott formában most már a Ladányi Hírek hasábjain is.